Szevasztok, srácok! Üdvözlök minden kedves nézőt! Én Peti vagyok, és most kiválasztjuk a Jürgen építő verseny nyertesét. Egy pár hete készítettem egy live-ot a Survivor világomban, és ott elmondtam, az volt az utolsó rész abból a Survivorből. Azt gondoltam ki, hogy valahova ide, erre a területre, aki részt szeretne venni, az letölti ezt a világot, és erre a területre ide valahova épít egy nagy Jürgen cicát, és elküldi az e-mail címemre, ami szintén megtalálható a leírásban. És majd egy videóban megnézegetem ezeket az építményeket, és a legjobb, aki a legjobb Jürgen cicát építette, az nyer 10.000 forintot. Könnyen dumál az, akinek egy egész látkép. Ha sajnálod, hogy neked csak egy szintos kis várított... Na de uraim, viselkedjünk, hát ez... Száradjál már fel a hidattal együtt! Összesen 17 darab építményt fogunk megnézni. Ezek közül kell kiválasztani, hogy melyik nyert. Ez az első map Arnwald Technoé, és eddig ami különbséget látok az az, hogy ki van ütve kettő kerítés. És ide kellett a Jürgent építeni. Nagyon sok Jürgent látok. Ó, megvan! Megvan, mit csinált Technó barátunk! Ide építette a logómat, és rá egy Jürgen cicát, amúgy ez tök jó lett. Csak igazából itt a versenynek a lényege Jürgen. Logót azt nem kellett, viszont ettől függetlenül értékelem, mert tök jól néz ki. Barom jó lett. És várjál, már itt is van egy Jürgen. Van kis bajsza is, de aranyos. Ez egy házikó, bele lehet menni. Ez így egy kis buliszoba. Le lehet ülni, körbe beszélgetni, nézzük fönn mi van. A fejébe is be lehet menni. Aha. Ó, de jó. És ki lehet nézni a szemén keresztül, és ahogy nézem, még a híd is egy Jürgen. Wow. Tehát itt készült 3 darab Jürgen összesen. Egyébként megint azt szeretném, hogy majd ti válasszátok ki a nyertest, a leírásban lesz egy szavazás, és ott tudtok szavazni, hogy ki nyerjen. Most nem tudom, hogy Technó belekerüljön-e ebbe a listába, de szerintem mindenféle... ott van, fönt van. Ez a következő map Balog Attiláé. Ja, és amúgy kaptam egy random skint is e-mailben. Gondoltam, hogy berakom így a videó erejéig. Na, szóval Balog Attila ezeket a cicákat készítette. Ez ilyen tipik Minecraft macska, illetve egy kisebb, tipikus Minecraft macska. Ha azt mondtam volna, hogy Minecraftos macskát építsetek, akkor ez teljesen jó, viszont én azt szerettem volna, hogy Jürgent építsétek meg. Ez most olyan, erről eszembe jutott, amikor Hypixelen buildbe tülözök, és azt mondják, hogy építs egy sütit, vagy egy ágyat. És akkor mindenki a Minecraftos sütit, meg mindenki a Minecraftos ágyat építi meg, mert hát az az ágy, vagy az a süti, mert hát az úgy néz ki a játékban. Tehát ez az építmény nem rossz, sőt, kifejezetten jó, és nehéz is lehetett így lerakosgatni a blokkokat, tehát így színezgetni. Nekem ez pont nem az erősségem. Viszont egy picikét fantáziátlan. Sajnos. De ezt nem én mondtam. De amúgy jó. Jó. Tetszik. Tetszik. Ez a következő, ez Andrea mapja, alapból itt hozott be. Itt van egy kar, hát ez... Jön egy falusi! Ennek a falusiak, hello, sziasztok, hova mentek? Hát azok elzsoltak. Akkor nézzünk ki innen, mi ez? Na, ez egy fokkal kreatívabb, mint az előző, viszont itt meg a kivitelezés nem lett. Ne! Ó, Csároly! De ettől függetlenül baromi jó lett. Nézzük, bele lehet menni valahol. Hát mondjuk itt. Ja. Ó, nem, nice, amúgy is bele lehet menni. Na, szóval itt van a hátsójánál a bejárat, remek. Szia, Warcraft, remélem tetszik az építményem. Tetszik. Tetszik. Gyapjúval építettem a Jürgent. Hát igen, az úgy valahogy feltűnt, hogy gyapjúból van. Milyen aranyos kis farkincája van, nézzétek meg, mekkora teste van, és ott van az a kis farkinca. Milyen kis pici róka farka van. A következő Diós Peti pályája. Bíf, itt is van. A kis szakállas Jürgen cica olyan, mint a macskák télapója. És amúgy egész jó. Egész virsli teste van. Mint ahogy a valóságban is. Hát ez ilyen. Az igazságon nincs mit szépíteni. Szia, Obi, ha szerinted ez a nyertes építmény, nem valószínű, akkor köszönöm szépen, de a nyereményt felajánlanám a második helyezettnek. Jürgen élete hashtag 5 az indexképről mintázva. Nézzük, nem tudom most melyik a Jürgen élete 5 indexképe, de bevágom ide nektek valahova. Nem tudom mennyire hasonló. Ja, de most tudom, ott ilyen flagba fejjel néz és fekszik a széken, eszembe jutott. Na szóval, srácok, hogy nem adja oda, vagyis nem fogadja el a pénzt, hanem odaadja a másodiknak. A Jürgen Mém versenynél Vajas Eszter nyert, és ő is fölajánlotta a második helyezettnek a nyereményt, mert hogy ő nem kéri. Ez nagyon-nagyon szép gesztus, és komolyan le a kalappal előttetek, meg vagyok lepődve. Na, Diós Peti már csak ezért is felkerül a listára, meg amúgy is jó lett a Jürgene, meg azt mondja, hogy itt van egy kis bónusz. Mit tud ez a bónusz? Ó, mi ez itt egy kis parkour? Jaj, nem mi volt ez? Azt hittem, hogy föl fog lökni a slime, azt mondja, ugorj, ha mersz. Jó van, leugrok én. Megnézzük, mi van itt. Kértem egy darab Jürgent, azt kapok egy kalandpályát. Oké, ezt benyomom. Yes! Yes! Ugráljunk! Kilövés! Bám!
Hát nem lőtt olyan magasra, de amúgy jó volt. Itt vagyunk a következő mapon, ezt Félix építette, azt a mindenit. Nem kell mondanom semmit, az építmény magáért beszél szerintem. Még egy uborkát is tart az egyik lábában Jürgen, de ez a feliratkozás felirat. Srácok, ha már itt van, én nem hagynám ki. Azt mondja, hogy húzd meg a kart egy pillanatra a hátsó rendszernél. Vannak rajta, ez... mi ez? Evész szimuláció 2021. Jürgen szája egy evész szimuláció. Ez meg itt. Hagymás bab. Fúj. Ha úgy érzed, végeztél, húzd meg. Nézd meg az ágyad melletti nasisládát, és az ötletet loptam Janosik Gergőtől. Így, hogy feltüntetted a nevét, már nem is lopás. Na de amúgy nézzük, húzzuk meg ezt a kart. Aha, sejtettem, hogy onnan tűzijáték fog jönni. Viszont nem ér fel Jürgen fülé. Akkora nagy Jürgent építettél, hogy a tűzijáték sem ér föl vele. De amúgy jól néz ki. Nagyon profi néz ki, nagyon jó. Félix, te is fönt vagy a listán. Viszont még megnézem a nasis ládát, mert azt mondta, hogy nézzem meg. Várjunk, itt is egy tábla. Nézd meg bent a meglepi ládát. Van bent egy meglepi. Na de várjál, először a nasis láda. Iratkozz fel Ubira. Yes. Oké, meglepi láda. Itt, ebben. Csak egy kis ajándék. A következő emberünk Balázs. Valamiért nem a mapot küldte el, lehet, hogy nem ért hozzá. Mindegy, képeket küldött az építményéről, ide bevágom a videóba a képeket, ezt készítette. Balázs, ez lett Balázsnak a Jürgen cica micája. Nem rossz, viszont ezzel most sajnos ő a listára nem kerül fel. A következő ember szintén screenshotot küldött, nem, ez nem screenshot, lefotózta a monitort, nem baj, elfogadjuk. Kedves Lili, aranyos lett a Jürgen nyuszid. De most a srácok, viccen kívül ahhoz képest, hogy így összképében egy picit furán néz ki, ahhoz képest mennyire részletesen van megépítve. A következő Kis Balázs, ő is képet küldött. Kis Balázsnak az építménye itt látható a következő képeken. Mondjuk ez nekem picit egy kutyára hasonlít, de attól függetlenül aranyos. Meg jól néz ki, jó lett. De tényleg nekem ez egy kis kutyus. Egy kis egérkutyus. Félig egér, félig kutyus. A következő Jürgent Konc Lili építette, és ahogy nézem, itt nem csak egy Jürgen van. Itt kaptam egy külön kis trópusi sarkot. Az igen. Jó, először nézzünk be ide, mit találunk erre. Aha, kis barlang. Fancy kis barlang, viszont a Jürgenre vagyok kíváncsi. És tön 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 tön. Kicsit olyan falus is feje van nekem, de amúgy tök jó. Biztos egy csomó munka volt benne, nagyon aranyos ez is. Szerintem baromi jó lett ez a Jürgen cica is, főleg a teste tetszik, meg a farkincája. A feje egy picikét fura lett, egy kicsit lehetne nagyobb a feje, mert nem méretarányos annyira a testével. Bakker nagyobb, mint a mob farm. Nézzétek meg! Jó, szerintem Konc Lili is megérdemli, hogy fönt legyen a listán, föl is írtam, rá is lehet szavazni. Itt van a következő map, amit Németh Bence készített. Na, ez már kb. Olyan, mint hogyha én építettem volna. Németh Bence feléri a szintemet, és nézzétek meg, úgy állította be nekünk, hogy ezt a remek művet naplementében tekinthessük meg. Senki más nem állította naplementére, ilyen tökéletes naplementére. Bence, nyertél. A nyereményed egy ökrös. Ezt a Jürgen P. Peter Stangen készítette. Jó citromsárga lett. De ennek aranyos feje van, tök kis mosolygós. Meg a fülei azok nagyon el lettek találva. Miért van az, hogy a három darab lába gyapjúból van készítve, egy darab meg kvarcból? Ja, mert itt van egy ajtó. Aha, ez egy ilyen jelzés. Nézd, csak itt bemegyünk, feljövünk, és itt láda. Ebben a Jürgenben is lehet élni. Várjál már, többi lábán is be lehet mászni. Úgy tűnik. Akkor nem értem, hogy az miért van kvarcból. Ezt itt Szabó Csongor készítette, szétverte a fél mob farmot, mert nem férte a Jürgennek a feje, aki félig egy Pikachu. Jó, oké, itt van egy tök a farkában, meg olyan oldalra kitört gumiabroncskerék lábai vannak, legalábbis nekem így ránézésre az jön le. Plusz egy teknősre is hasonlít. És belül nincs semmi, levegő, az van. Szabó Csongor, csak egy kérdésem van. Miért eszi meg a Jürgened a mobfarmomat? Ide van írva, hogy Pet. A Bece neve, mert az nagyon fontos, hogy itt legyen. A következő mapot egy bizonyos Terminátor készítette. És itt van a kis Jürgen medve. Tényleg, mintha ez valami új állat lenne. Terminátor épített egy új fajt. Mi ez? Nem tudom, de aranyos. Tetszik. Van itt egy uborka is, a gombok csinálnak valamit. Megállt a felvétel. Yes. Nem tudom, mi legyen most ezzel az új fajjal. Nézzük.
Van benned valami? Hát te belül világítasz, meg ezek mik? Miért vannak fejek rakva a belsejébe? Jó, hát igazából, ha nem baj, most új fajokat nem szeretnék a listára iratni, mert most csak Jürgen építő verseny volt. Ezt itt egy bizonyos Tigris 22 építette, hát ez nem a Survival mapon van, viszont ettől függetlenül elefogadom, belerakom a videóba. Viszont ezzel a listára nem kerül föl, mert ez is egy sima Minecraftos macska lett. Konkrétan így meg lett építve ez a cica, majdnem. Ó, Jürgen, ez mi? Hogy van az oda rakva? Le van rakva egy ilyen eszközkeret a földre. Nézzük, eszközkeretet lehet földre. Mióta lehet földre rakni eszközkeretet? Péter, te nagyon le vagy maradva. Nézzük, ez itt mi? Kivilágítás. Készítette Tigris. Öcsém régen így mondta a Tigris. Tigris. Tigris 22. Nappal. De minek kivilágítás, hogyha nappal van? Times at night. És akkor most nézzük a kivilágítást. Oh yeah. Várjál. Ha visszahúzom. Aha, most eltűntek. És... meghúzom, és nézzétek, jönnek a narancssárga fények, mindenhonnan jönnek, innen is jöjjenek, kérem szépen. Arról van itt szó. A jelzőfénnyel is milyen érdekes dolgokat lehetne csinálni. Hogyha több lenne ott egymás mellett, meg teljesen körbe lenne zárva Jürgen, akkor olyan, mint hogyha ilyen narancssárga ráccsal körbe lenne zárva. A következő pályát készítette Tonhalas Pizza, ami nagyon sokat tonhal. Egy ilyen nevű e-mailről érkezett ez a map nekem. Jaj. Ez lehet, hogy még teknősösebb Jürgen, mint a párral ezelőtti teknősös Jürgen. Milyen feje van? Hogy mosolyog? De ez valaki... De ez komoly? Hát komoly, hát miért ne lenne komoly? Hát Péter, te vagy a komolytalan. Jaj, várj, egy csontváz hallok benne. Van a testében egy csontváz. Hát a belső egy igazi mob farm, nem hogy egy csontváz. Te a creeper. Hát jó van, tonhalas pizza, mint nagyon sok a tonhal. Szép. Engem megvettél kilóra, de főleg ez a fej. Ennél jobb nincs. Jó van, és srácok, majdnem elérkeztünk a videó végéhez, mivel már csak egyetlen egy darab map van hátra. Nagyon kíváncsi vagyok arra a mapra, kíváncsi vagyok, hogy fölkerül-e a listára vagy sem. Na nézzük. Na várjunk, várjunk. Itt az utolsó map nem is egy map, hanem egy linket kaptam egy videóhoz. Hát akkor megnézzük ezt a videót. Szóval, itt van ez a videó. Egyelőre belépett a srác a világba. Hol van a Jürgen cica? Azt a mindenit. Mennyire dagadt? Azt a petyár mindenit. Mi a franc? Ez munka. Ezt azért kellett építeni egy ideig. Mi a kedva? De jó ég. Hatalmas nagy Jürgen cica lett. Szerintem nem is kell mondanom, hogy VL Spieler a listán van. Nem is tudom, hogy mondtam-e már a nevét. Tényleg le a kalappal VL Spieler. Brutális lett. Brutális Jürgen. A Jumanji 2-ben van ilyen. Íme a vezérünk, Jürgen! Nagy öröm nekünk itt lenni. Jürgen úr. Hol van a húgatok? Itt vagyok, Jürgen! Le a kalappal, meg minden mással, ami van. Megint csak nem tudom, hogy mennyi ember van a listán, de igazából ez teljesen mindegy, mert nyertest így is úgy is lehet választani egy darabot. A videó végéhez értünk, ezért én nagyon szépen meg szeretném köszönni a figyelmeteket, illetve minden résztvevőnek gratulálni szeretnék, ügyesek voltatok, és köszönöm szépen mindenkinek az építményét. Ha tetszett ez a videó, akkor nyugodtan nyomassatok rá egy lájkot, és legyen további szép napotok. Sziasztok! Peace, peace, peace!